rövid kérdésem volna. Szeretném befejezni az indítványom szerint a kihallgatást. A következőt kérdezem, mert úgy vettem észre, hogy nem eléggé egyértelműen hangzott el. Akkor, amikor ön oda ment ehhez az ezredeshez, akkor a Gannai Attila, akit maga név szerint nem ismer, de aki látásban kérdéseket, akkor ő már ott volt? Amikor én? Az ezredessel együtt. Amikor maga odaért az ezredeshez. Hát szerintem ott állt valahol, most nem hiszem, hogy az ezredessel konkrétan, ott álltunk többen, és ő adta nekem a hangos beszélőt, ami nem nagyon működött, a rázott, stb. Akkor ott a helyszínen. Magukkal ment oda, vagy ő már akkor ott az ezredessel, vagy az ezredes ő vele beszélt valamit? Hát én azt hiszem, hogy ő már talán ott volt akkor, de nem tudom, hogy beszélt, de erre konkrétan nem emlékszem, de ha jól tudok visszaemlékezni, akkor ő szinte biztos vagyok abban, hogy ott volt. Annál is inkább, mert konkrétan keresték, hogy ki az, aki itt petíciót itt vezető, vagy bármi lehet, és végül is így kerültem én képbe. Tehát akkor valószínűleg akkor beszéltek is egymással, ezt nem tudom konkrétan. Természetesen akkor azt sem tudja, hogy miről beszéltek. Hát ez konkrétan. Igen. Ő rajta látott-e sérülést? Hú, hát az igazság az, hogy ha jól emlékszem, akkor volt ott a sérülés, de mert mondta is, hogy megsérül, de nem tudom pontosan, hogy milyen sérülés volt rajta. És mire emlékszik, milyen sérülésre? Hát a fején, az arcán, mint hogyha lett volna sérülés, de hát ott szinte minden második ember meg volt sérülve. Tehát megmondom össze, hogy már föl se vettük. De ő neki akkor ott már volt sérülése. De hozzászoktuk az érezteség. Ő neki akkor ott már volt sérülése. Ugyanis, hogy igen. Más sérülést esetleg? Ő rajta nem láttam, ő nem is panaszkodott, a rendőr panaszkodott, hogy ő mennyire megsérült. Esetleg a vízágyúnak, a már elakadt vízágyúnak a megsegítésével, vagy a személyzet kimenekítése közben valamilyen szerepét ő neki maga tapasztalta-e? Nem emlékszem konkrétan. Nincs több kérdésem. Igen, két rövid kérdésem lett volna. Egyik, visszatérnék arra az eseménysorra, amikor átmentek a TV-székhez, hogy beolvastassák ezt a petíciót. Többször elhangzott, csak pontosítás kedvéért teszem fel ezt a kérdést. Ez a petíció, az a papíros, amire tollal rá volt írva ez a petíciónak nevezett dolgok, amit bekívántak olvastatni. Ez látszott-e? Tehát nem úgy mentek oda, hogy van nálunk egy petíció, amit be akarunk olvasni, hanem nálunk van ez a petíció, amit beolvasunk. Nyilván értelemszerűen, tehát az ott volt a kezemben. Ez a baj. Tehát ott volt a kezemben. Nem véletlenül kérdezem, mert többször elhangzott, hogy önöknél nem volt semmiféle papír, ezért teszem fel ennyire célzatosan a kérdést. Válaszol, értelemszerűen kezemben volt. Mondjuk, ha fölteszem a kérdést. Válaszol rá, azt válaszol, hogy értelemszerűen a kezemben volt. Következő kérdés. Igen, ezt követően a tömegnek a magatartásán, amikor a rendőrökkel megkezdődött a harc, a csetepaté, a tömeg magatartása mire irányult? Arra irányult el, hogy a TV működését megzavarják, ez a kezdeti stádium, vagy arra indult el a tömeg, hogy a rendőröknek valamiféle olyan agresszióját tapasztalta, ami bennük indulatokat váltott. Egyértelműen az, tehát hogy előbb is fogalmaztam, hogy a rendőrök agresszív magatartással lépett fel, soha nem hangzott el, sem az én számból, sem egyetlen egy tüntető szájából nem hangzott el azt, hogy zavarjuk meg a köztelevíziónak a működését. Ekkor, amikor elindulnak ezek az események, a tömegben hangzanak-e fel olyan jelszavak, hogy foglaljuk el a tévét, vagy ez ilyen formában nem hangzott? Nem, egyáltalán nem hangzott el. Azt hangzott el, hogy Gyurcsány takarodj, sőt, időnként
de az időt felhatottam a tévedni emberi dolog. De ilyen nem volt, hogy foglaljuk el a tévét. Nem is ez volt a célunk, hogy Gyurcsány kormány szövetségi polgárt tagadjuk. Köszönöm szépen. És egy végső, utolsó kérdésem. Az a petíció, hogy végül is hajnalban átadtak, egy átadott ennek a rendőrnek. Van-e tudomása arról, hogy lett a magával a ominózus papírra? Nem, nincs tudomása, hogy lett. Tehát kikerült az ön, addig önnél volt végül, ugye? Így van. Ezután nincs tudomása arról, hogy mit történt? Nincs tudomása. Köszönöm szépen. Egy technikai jellegű hírtévé felvétel, amit említett, ezt ennek megvan esetleg valamilyen módon? Nem, van ez a Célpont című műsorban, többször is látható, megszereztető. Itt van a gépen. Mert akkor persze, majd akkor ez így. Itt van a gépen. Itt van a gépen. Majd megkeresünk a hírtévé, Tehát azt lenne a kérdésem, hogy amikor ugye a petíciót elutasították, és ön visszament a térre, ugye azt mondta, hogy hát akkor hozza ugye a tömeget. Na most mi volt az önnek, illetve az önnel együtt tartóknak az elképzelése, vagy a gondolata, vagy a szándéka. Tehát pontosan irányjárjuk, mit csinálnak akkor, hogy oda megy a tömeg? Hát szeretjük volna, hogy észreveszi a televízió arrogáns pökkendi vezetése azt, hogy mekkora tömeg van valójában a Kossuth téren, tőlük 50 méter, és nem hazudoznak továbbra is arról, hogy 500 ember van a Kossuth téren. Tehát az volt a lényeg, hogy megmutatni. Demonstráció szándéka, így van. Így van. És egyébként ez azóta kiderült az ellenindított sok per közül az egyikben, amiben jogerősen megnyertem, hogy ráadásul ez egy törvényes, spontán demonstráció volt. Azóta jogerősen megzárt. Igen, azt hittem kérdezni, hogy a személyedet, vagy a személyedet karakter, hogy mennyire emlékszik vissza, hogy előzőleg, legelőször, akkor fölvettem a lépcsőre. Támadólag léptem föl, volt a kezemben valamit, hogy így mentem oda a tárgyalási szándéka inkább, és nem volt a kezemben valami. Hát konkrétan emlékszem erre, bár előtte soha nem találkoztunk, nem ismertem az új ember, konkrétan emlékszem, és kifejezetten tárgyaló szándékkal ment oda. Tehát semmiféle valós. Akkor nem, én nem láttam semmit ott. Senki nem volt hajlandó átvenni, így aztán nem tudtam átadni ezt a petíciót. Ezt a petíciót ott a Hír TV kamerájára olvastam? Hír TV kamerájára miért olvastam volna be, amikor az én hadomból ez az intézmény működik, amit majd a Magyar Televíziónak hívnak. A Hír TV ez nekem semmi közöm, az egy kereskedelmi média. Ez egy közszolgálati lenne papíron, de hát az bebizonyosodott, hogy nem közszolgálati. Hát meg mi ellenünk, minket ostromoltam akkor? Nem, látom a szemben, hanem a tüntetők eszemben használt ezt az ostrom. Nem a tüntetők, én azt mondom, hogy ostrom helyzet, ön is ezt mondta az előbb, ostrom helyzet. Hallottam ezt. Ezt nem tudom, hogy most a ostromszerűállapot használtam ezt a szót, nem tudom, hogy ezt konkrétan használtam, de segítségével hangzottál, mire irányul. De mondom, ostromszerűállapot, más kérdék, majd tegyem hozzá, hogy két éve mindenhol TV ostromnak nevezik ezt az ügyet, amivel kapcsolatban itt vagyunk. Tehát nyilvánvaló, hogy én is azt mondom, hogy TV ostrom, mert így nevezik. Hát ostrom, például Egervárának az ostromát. Ez hasonló volt, hogy